Jó estét kívánok, köszöntöm nézőinket, szervusztok! Nem látszanak csitulni a kedélyek a Novák Katalin és Varga Judit bukását eredményező kegyelmi botrány kapcsán. Valószínűleg nem volt még olyan református értekezlete az országnak, amelyet ilyen kiemelt sajtó érdeklődés övezett volna, mint amilyen a mai volt. Ugyanis az úgynevezett esperesi gondnoki értekezleten Balogh Zoltán ügyéről tárgyaltak, mint ismeretes, több sajtóorgánum között a Direkt 36, a Telex és a 4.hu is arról számolt be, hogy Balogh Zoltánnak igen jelentős szerepe volt K. Endre kegyelmi kérvényének elbírálásában, illetve érvényre juttatásában. Tegnap Balogh aztán levélben fordult egyházának presbitereihez és lelkipásztoraihoz, amelyben így fogalmazott, idézem őt: a kérvényt nem én nyújtottam be, és nem én terjesztettem fel. Arról viszont nem beszélt, hogy más szerepe volt-e bármilyen formában, esetleges lobbizás formájában, azért, hogy K. Endre ugye egyáltalában érdemben elbírálás alá kerüljön. Hogy milyen típusú felelőssége van Balogh Zoltánnak az egész történetben, azt Pető Péterrel, a 24.hu főszerkesztőjével, illetve Stumpf Andrással, a Válasz Online munkatársával fogjuk majd megvitatni. De nem csak ők érkeznek ma, hanem itt lesz velünk Úrfi Péter, a 444.hu újságírója is, aki talán a legszakavatottabb sajtómunkatárs, aki az egyház visel dolgaival foglalkozott az elmúlt években. Mielőtt azonban érkeznek ők ide a stúdióban, nézzünk meg egy rövid videó üzenetet, amelyet Balogh Zoltán adásunk előtt nagyjából egy órával tett közzé a YouTube-on, amelyben az üggyel kapcsolatos legfontosabb kommentárjait tárja elénk. Ebből az videóból egy részletet mutatunk most meg, amit a legérdekesebbnek találtunk. Ez következik most. Hangozzanak el a legfontosabb konkrétumok a vádakkal kapcsolatban. 2016-ban miniszterségem alatt a Bicskei Gyermekotthon főváros által korábban Bárci István díjjal jutalmazott igazgatója a szakterület felterjesztésére kapott kitüntetést az akkori köztársasági elnök által aláírva. Amikor gyanú merült fel az igazgató ellen, azonnal felfüggesztettem, vizsgálatot rendeltem el, és a büntető eljárás végén börtönbe került. Vele én személyesen soha nem találkoztam, kegyelmi kérvényt nem nyújtott be. Az igazgató helyettes K. Endre érdekében, akit nem pedofilként ítéltek el, mások fordultak a köztársasági elnökhöz kegyelmi kérvénnyel. Tehát a kérvényt nem én nyújtottam be, és nem is terjesztettem fel. Másokkal egyetemben az én véleményemet is kikérték. Az előzetes vélemények és a rá és életére vonatkozó információk alapján egyetértettem azzal, hogy kegyelmet kapjon. Tévedtem és hibáztam. Akitől ezért bocsánatot kell kérnem, attól bocsánatot kértem és kérek. Döntést nem hoztam, a pedofília bűnének egyértelmű elutasítása számomra soha nem képezte vitatárgyát, és nem is fogja. A református egyházban ebben is egyek vagyunk. Nem azért kell bocsánatot kérnem, mert egy kegyelmet kérő ember mellé álltam, ilyet Mádl Ferenc elnöksége óta hivatalból és lelkipásztorként többször megtettem, hanem azért, mert ez az ügy a református egyháznak kárt okozott. Ezt mélységesen sajnálom, és az enyéimtől, minden reformátustól bocsánatot kérek. Bocsássanak meg. De arról, hogy ennek milyen következménye legyen egyházunkban, nem a média, nem az ellenzék, nem a kormány dönt, hanem kizárólag választott egyházi tisztségviselőink. Ezért is köszönöm támogatásukat. Kérjük egyházunk minden tagját és a jó akaratú embereket, hogy ne engedjék a gyűlöletkeltést eluralkodni sem a világban, sem az egyházban, hanem azért imádkozzunk, hogy a békesség és a szeretet uralkodjon közöttünk. Mi abban a kegyelemben bízunk, amit Krisztus készített el minden embernek. És akkor nekikezdünk a téma kitárgyalásának. Itt van velünk a stúdióban Pető Péter, illetve Stumpf András is. Szervusztok, köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívást. Nagyon szívesen, sziasztok. Kezdjük azzal, hogy mit gondoltok, hogyan kell értelmezni azt, hogy a mai napon Balogh Zoltán személyére fókuszálódott a figyelem. Ez teljesen természetes, mert egy újabb, feltétlenül eléggé sötét szállal leplőződött le ennek az egész kegyelmi botrány együttesnek, vagy épp ellenkezőleg jelenleg úgy táncol a magyar nyilvánosság, ahogy azt Rogán Antal szeretné, ahogy Rogán Antal fütyül. Péter. Szerintem biztos nem úgy táncol jelenleg, ahogy Rogán Antal fütyül ebben, vagyok talán a legbiztosabb. Szerintem pont egy olyan típusú káosz van, amit nem kontrollál a Fidesz. Egyébként abból is látszik a naponkénti váltakozása az egyes témáknak. Tehát szerintem alapvetően két nagy téma van. Magyar Péter és a nervvilág romlottságára vonatkozó egyébként több
témát érintő ügyek. Szerintem ez a komfortosabb a Fidesznek összességében, az ehhez kapcsolódó tudások, mert ezek inkább megfelelnek annak a vád sorozatnak, ami szokta őket érni, és ezeket inkább képesek szerintem a szavazóikkal valamilyen módon elrendezni, és a másik pedig a pedofil ügyben elítélt ember kegyelmével, illetve az összefügg ügyek, ami pedig nagyon mélyen érinti az Fidesz politikát, és erre szerintem sokkal nehezebben adhatnak választ, vagy nehezen találnak szerintem választ. András. Nem teljesen értek egyet. Szerintem a Rogán művek keze az benne volt mindenféleképpen abban a lemondó nyilatkozatban, amelyet Novák Katalin tett. Abban pedig, abban pedig volt egy mondat, amely úgy szólt, és amely megállapozott ennek az egész Balogh Zoltán ügynek, hogy nem tudta, akkor abban a hiszemben döntöttem, hogy jól döntök, és hogy nem követte azokat a bűnöket, nem tudom pontosan szó szerint idézni Novák Katalin, de utalt arra, hogy abban a hiszemben volt, hogy ez az ember nem volt bűnös, hogy valójában rossz döntés született a bíróságon. Valami ilyesmire utalt Novák Katalin. Ezt a beszédet ezt nyilvánvalóan nem ő írta, és nem egyeztetés nélkül ment át, tehát a Karmelitában ezt bizony, azt a beszédet azt nyilvánvalóan látták, azt a nyilatkozatot, és jóvá hagyták. Ebbe szinte biztos vagyok. Ha ez így van, az vetette fel azokat a kérdéseket, hogy jó, hogy lemondott, de továbbra is megválaszolatlan kérdéseink vannak. Miért tudta ő úgy? Honnan tudta ő úgy? Hát nincsen rendőrsége az elnöknek, nincsen ügyészsége az elnöknek, nem tudta kivizsgáltatni. Valaki mondta neki, hogy Endre bácsi igazából aranyos, és igazából kegyelmet kellene elkezdeni. Ki mondta akkor neki? És nyilvánvalóan ezért aztán logikusan elkezdett a sajtó kutakodni, de ez benne volt a Novák beszédben, amire aztán tovább kutakodott a sajtó, és egy csomó olyan értesülés jött, hogy Balogh Zoltán volt az, aki gyakorlatilag azt súgta a elnöki tanácsadóként és Novák Katalin mentoraként, hogy kegyelmet kellene adni. Itt Balogh Zoltán ebben a mai nyilatkozatában gyakorlatilag elismeri, hogy tudott az ügyről, vele ezt megtanácskozta, nem mindenki vett. Szörényi Leventével nem tanácskozta meg például, aki szintén tanácsadó testületi tag volt Novák Katalin tudtommal, ő legalábbis azt írta, hogy rajta kívüli okok miatt kénytelen lemondani a tanácsadói tagságáról, még mielőtt Novák Katalin lemondott. Szóval, hogy tudott róla, támogatta ezt a kegyelmet Balogh Zoltán, és a Balogh Zoltánt megnézzük, hogy ő milyen pozícióban van, informális pozícióban, és ez a NER lényege, az informális pozíció, hogy nem az számít, hogy mit töltesz be valójában a papíron meg az alkotmány szerint, hanem hogy ki vagy, mennyire állsz közel a királyhoz, és Balogh Zoltán mentora volt mindig Novák Katalinnak, tehát hogyha ő mondja azt, hogy támogatja, annak azért nagyobb súlya van. Hát pont ezt állítom, hogy ezért nagyon nem komfortos ez a helyzet, ami kialakult a Fidesznek. Én pont ezt mondom, hogy ez az ügy az igazán fájdalmas, vagy szerintem sokkal fájdalmasabb és sokkal kevésbé koncentráltó számukra, és abban a pillanatban, hogy elindult ebbe az ügy irányába, és itt arról van szó azért, hogy arról a Balogh Zoltánról veszünk, aki nagyon sokáig vezette a Fidesz pártalapítványát is. Tehát, hogy magyarul egy nagyon fontos szereplőről derül ki ugye összességében megint, hogy valamilyen módon részese, sőt kimondja, hogy támogatta ezt a kérvényt. Egyébként most nem lesz erre idő a jelenlegi felfokozott közéleti hangulatban, de a köztársaság elnök szerepe és a felfogása a kegyelmi kérvények elbírálásában az egy érdekes kérdés, mert itt azért nem gondoltam, hogy arról van szó, hogy neki igazságot kell szolgáltatni az igazságszolgáltatás után. Ez egy picit félreértelmezi szerintem azt, hogy a kegyelmi kérvényeknél valójában mi a szerepe, vagy milyen esetekben kell neki beavatkozni. Hadd húzzam vissza Balogh Zoltán egy pillanatra még ezt a kérdéskört. Nem tudjátok elképzelni azt, hogy ez esetleg egy dezinformációs taktika része lenne? Szerintem megalapozottan lehet azt feltételezni, hogy sokkal kényelmesebb a Fidesznek és kényelmetlen Orbán Viktornak, hogyha Balogh Zoltán viszi el ezt a balhét, semmint, hogy Rogán Antalnak kell valamilyen módon a nyilvánosság előtt, akármilyen formában is, akár embereken keresztül, de védekeznie, vagy bármilyen más módon ellentámadásba lendülnie a Magyar Péter által megfogalmazott vádakkal kapcsolatban. Balogh Zoltán most nem kormánytag, már nem miniszter, elég furcsa utat jár be, hogy egy miniszterből püspök ilyen még korábban nem volt, meg aztán a zsinati lelkészi vezető, de hogy persze, tehát hogy ő elvileg elvihetné a balhét, de most úgy látszik, hogy nem viszi el a balhét. Engem ugye nem szólított meg Balogh Zoltán ebben, mert ő csak a reformátusokhoz szólt, és ő kért bocsánatot. Én nem vagyok református sajnos, úgyhogy hozzám nem szólt püspök úr. Minden esetre én azért mondanám, hogy szólnék hozzá, végül is így miért tehetném. Engem nagyon meglepett, hogy viselkedett, és nem is ez, hogy most a reformátusság, meg ezek a szövegek, hogy akkor a szeretet, meg nem tudom mi legyen, meg ne hagyjuk, hogy a gyűlölet, hanem az, hogy a bajtársiasság, amely olyan fontos a Fideszben is, elvileg egy olyan embert, emberistent imádnak ők, deklaratíve, aki még az ellenségeiért is meghalt, feláldozta magát. És közben azt kell látnom, hogy február 8-án, amikor Orbán Viktor bejelenti, megtette a bejelentését, és már lehetett tudni, hogy nagyon rezeg a léc, az, hogy remeg a széke Novák Katalinnak, az a Balogh Zoltán, aki mentora Novák Katalinnak, ugyanezen a napon kiírja, hogy hetekre egy
elutazik és írni és olvasni fog és elhagyja az országot is. Tehát, hogy nem az van, miközben tudotta a kérvényről, támogatta a kérvényt, nem az van, hogy kiáll és a mentorátja mellett azt mondja, ide lőjetek, én a nagyfiú azt mondtam, hogy ezt támogassuk ezt a kérvényt. Nem, el akart, el is menekült. Ki elment ebből az országból, nem, hogy nem állt ki Novák Katalin mellett, hanem konkrétan elhúzott. Ez számomra egészen döbbenetes. Tehát még csak nem is az elnök azt, hogy szoknyája mögé, nem konkrétan a lelki gyakorlat paraványa mögé húzott. Ez számomra olyan emberi, hogy is mondjam, mi ez gesztus, hogy van csak... Nagyon túl csúnyát tudnék mondani, mint a Partizán... Még a Partizánban sem, így van. Tehát, hogy ez engem meglepett, tehát, hogy ennyire nincsen gerinc, hogy azt mondja, hogy ide lőjetek. Gondoljatok bele szerkesztőségetekben, hogyha ti hibáztok valamit, de egy másik kolléga nevével megy ki, mert ti javasoltatok egy mondatot valahova, vagy egy hírlevélbe egy cikket, amiről kiderül, hogy baromság, és elkezdik támadni azt a kollégát. Nem az első dolgotok azt mondani, hogy bocsi, ezt én javasoltam, de... Ez a legalapabb emberi dolog, és itt ezt nem láttuk, úgy hagyta cserben a mentorátját, aki államtitkár kora óta, sőt, még korábban óta a mentorátja, egészen a köztársasági elnöki székig, hogy ez döbbenet számomra. Igen, azt én már többször elmondtam ezekben a napokban, és ez szerintem egy nagyon fontos része a politikának, hogy a közéleti nyilvánosság minden részének, ami politikával összefügg, és politikusok vannak benne, és Balogh Zoltánt ebben az értelmezőben érdemes politikusként értelmezni az ő befolyás alapján, hogy objektív árafelelősségnek nincs, tehát nincs kiírva a politika piacra, hogy 6 szavazatot kell fizetni, lemondással kell fizetni bizonyos tettekért. Ez úgy van, hogy a választópolgárok és a politikai pártok, amelyek csatornázzák ezeket a ügyeket, ők képesek eldöntetni a szereplőkkel, hogy milyen felelősséget kell viselni a tettekért. Tehát magyarul a nagy nyomás Novák Katalinon, a választópolgárok általános elégedetlensége, hogy egy tabunak számító, széles társadalmi konszenzus szerint tabunak számító ügyben valaki kegyelmet kaphat, és az ezzel járó politikai költség szavazatok elvesztésének veszélye együtt jelentette azt, hogy neki le kellett oldani. És ebben az esetben is az történik, hogy a szereplők nem szeretnék kifizetni, vagy a lehető legalacsonyabb árat szeretnék kifizetni a hibáikért, tévedéseikért, bűneikért, és ezt próbálják alacsony tartani. És azt látjuk most ezen a napokban, és én azért állítom, hogy ezen a héten van nagyon régen látott módon kevéssé Fidesz kontroll alatt a magyar politikai napirend. Olyan típusú káosz van, és olyan típusú felelősségek áthaigálása egyik oldalról a másikra, hogy ma Balogh Zoltán, de holnap már nem tudjuk megint, mi fog kiderülni. Reggel még Tiborcz István volt napirenden bizonyos értelemben, ugye Magyar Péter éppen vele foglalkozott a Grogánnal. Tehát, hogy ez egy nagyon nehézen kiszámítható olyan típusú káosz a Fidesznek, amit a Fidesz nem szeret. Ezzel sem értek teljesen egyet. Szerintem azért Orbán Viktor azzal, hogy múlt héten kiállt és megmondta, hogy akkor zéró tolerancia, stb. Meg gyakorlatilag a kesztyűbábjait így lerázta magáról, és azt mondta, hogy nekem ez semmi közöm. A saját arcát akarta védeni, mint mindig, hiszen az ő arca a brand, az egész NER. Tehát amíg az nem sérül, addig igen, nincsen gond. Gyorsan közbelépett a király, az alatt való hülyeségeket csináltak, ez zavart őket, rendet rakott, stb. A lényeg az, hogy a tábornak meglegyen ez a hatás, és ez a hatás szerintem megvan. Innentől az, hogy azok a kérdések, ezek jogos kérdések, amelyeket felteszünk, abszolút, hogy is volt, ki mondta, ki javasolta, ki terjesztette fel, stb. Ja, egyébként Balogh Zoltán olyankat cáfolt itt, amit senki nem állított róla, csak ennyit meg azért szerettem volna hozzátenni, de hogy, ami mindig beszédes ilyen ügyekben, de szerintem alapvetően ott azért a miniszterelnök kezelte ezt, hogy ő maga ne sérüljön a dologban. Innentől kezdve ez egy ilyen általános botrány szintjére szerintem lecsavarható. Ez nagyon érdekes kérdés. Szerintem nem vagyok benne biztos, hogy a miniszterelnök kezelte, abban egyetértek, hogy mi a cél vele. Tehát igen. A Fidesz a szokásos mintázatot követi az ilyen ügyekben, izolálni a problémát a miniszterelnöktől azért, amit az András mondott, az őt kell sérülésmentesen tartani, a többi kárt kifizetik akik arra járnak éppen, vagy akikhez oda van labda, a felelősséglabda, ahogy mondtuk, mert egy a fontos, a miniszterelnök egyben tudja tartani azt a szükséges közönséget, ami választás megnyeréséhez kell. Nagyon érdekes, amit mondasz egyébként, szerintem is felfokozottabb várakozások vannak bizonyos ellenzéki nyilvánosságokban a ügy következményeivel kapcsolatban. Nyilvánvalóan alapvetően politikai tábor méreteket nem változtat meg. Jelenleg az, hogy kit akarja, tudjuk azóta, hogy megállapodott-e az ellenzék a fővárosban? Nem azért nem tudjuk, mert megállapodott, vagy mert változtak a viszonyok, csak mert kit akarták egy időre a politikai napirendből ezeket a kérdéseket, de nagyon erősen takarták ki, az hozzátartozik. Tehát szerintem azért politikai hatása tud lenni érdemben, méghozzá úgy, hogy a Fidesz széléről képes lefejteni, demobilizálni azokat a szavazókat, akik szédelegnek a szélén, tehát olykor fideszesnek, olykor bizonytalannak mondják magukat. Az ellenzéknek pedig az a hatása, szerintem arról van, hogy új szavazókat tud jelenleg érdemben szerezni. Viszont azokat, akik egy időre megutálták, apatikusak voltak, inkább menjenek ezek is, azok is ide, azokat ugye újra képes mobilizálni, tehát szerintem az önkormányzati választásra ennek mérhető hatás van abban az értelemben, hogy a nagyvárosi esélyeit az ellenzéknek ez javítja. Tehát Budapesten Karácsony Gergelynek én biztos vagyok, ma kevesebb problémája van, mint 10 nappal ezelőtt volt.
Ha volt egyáltalán, tehát kérdése igen. Akkor, vagy dilemmája. Igen. Picit még hadd térjünk vissza arra, amit te úgy írtál le, hogy egy mentori viszony volt, tehát hogy mentoráltja volt Novák Katalin Balogh Zoltánnak. Ugye volt a Direkt 36-nak és a Terexnek a közös tényfeltáró cikk, ami megpróbálta ezt a viszonyt értelmezni a nyilvánosság számára. Szerintetek mit lehet erről biztosan elmondani, mert ugye itt a legszélsőségesebb konteók is előfordultak már a különböző nyilvánosságokban Novák Katalin és Balogh Zoltán vélt vagy valós kapcsolatáról. Ez milyen típusú politikai szövetség volt kettőjük között? A ti értesülésétek alapján ténylegesen volt neki olyan típusú stratégiai tanácsadói szerepen túlmutató informális hozzájárulása Novák Katalin elnökségéhez, ami adott esetben megalapozhatja azt, hogy Novák Katalin tényleg annyira megbízik az értékítéletében, hogy hozomra aláír például egy kegyelmi kérvényt is akár. Hát ezt szerintem nagyon egyszerű végig kell nézni magát a kronológiát, hogy hogy volt. Tehát, hogy konkrétan Balogh miniszter volt, amikor ő először is kabinetfőnökévé tette meg, azt ő tette meg kabinetfőnökévé nyilvánvalóan, hiszen ő volt fölül, ennyi. Utána államtitkárá, aztán pedig a miniszteri kinevezés. Tehát, hogy az, hogy ő támogatta a politikusi karrierjét, azt szerintem egyikük se tagadták soha. Tehát, hogy ez szerintem teljesen nyilvánvaló tény. Az, hogy még tavaly ősszel is, Ausztráliában, meg Pápua-Új-Guineában heteket töltöttek együtt utazgatva, mint köztársasági elnök, és gondolom, mint elnöki tanácsadó, és együtt találkoztak az őslakosokkal, meg efféle dolgok, ami meglehetősen sajátos. Az azért egy mindenképpen nagyon jó tanácsadói és elnöki kapcsolatra, és szoros kapcsolatra utal, hát akárkivel, meg akár még tanácsadójával nem utazgatott azért a köztársasági elnökként dolgozó Novák Katalin akkoriban sem. Tehát, hogy ez egy kiemelten fontos kapcsolat, politikai kapcsolat mindenképpen. Azt szerintem láthatjuk. Tehát, hogy az nem mindig igényel ennél több bizonyítékot. Legalábbis számomra nem. A ukrán-orosz háború idején a Jónezból, lehet, hogy rosszul ejtem, akkor elnézést kérek minden skandinavisztika szakos nézőtől, írt egy eszét, aminek az volt a lényege, vagy az állítás, hogy a nap végén mindig a legigazabb történetek maradnak életben, még ha egy adott ponttal is a leghitelesebbek. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy olyan hosszú ideje, amit az András felsorolt a tényekkel, és az összes olyan beszámoló erre utal, amikor bármilyen kapcsolatunkkal beszélünk, hogy ennek az igazságát szerintem nehéz megkérdezni. A leghitelesebbségét azért mondom, hogy viszont nehéz egy adott pontot előrizni, mert ma mindenki abban érdekelt a Fidesz oldalán, hogy azt erősítse, hogy ennek a két embernek a ügyéről van szó. Tehát ma egyszerűen mindenki, mert hiszen Novák már elvitte, tehát idány esetben mindenki mást el lehet húzni oda, vagy azért, hogy eljöjjön onnan, és Balogh Zoltán pedig maga mondta el, hogy része volt ebben, vagy mondott valamit. Tehát innentől ebben a pillanatban, hogy mi is volt a konkrét helyzet, szerintem azt nehéz lesz lefejteni, mert nem lesz olyan szereplő, aki ne abban lenne érdekelt, hogy ennek a két embernek a kizárólagos szövetségére és felelősségére tegye ezt. De mondom, ettől függetlenül hosszú távon meg az az igaz, amit az András mond, én is biztos vagyok benne, hogy ez következik mindenből, amit korábban láttunk. A hétvégén volt egy publicisztikád, amiben amellett érveltél, hogy a Fidesznek elemi érdeke azt a narratívát erősíteni, hogy náluk következménye van a politikai, morális, emberi hibáknak. Ugye Borka ügyét lehet mondani, Szájer ügyét lehet mondani, most lehet mondani Novák Katalin, illetve Varga Judit ügyét. Ugyanakkor most Balogh Zoltán lenemmondása valamiért ezt árnyalhatja. Oké, hogy nem politikai tisztségről van szó, de teljesen egyértelmű, hogy politikai tisztségnek is tekintette Orbán Viktor azt, hogy ő ott a református egyházon belül egy ilyen vezető szerepet betölt. Szóval szerintetek ez ilyen szempont okozhat-e törést ennek a narratívának a megképzésében? Szerintem bonyolult elmagyarázni mindkét oldalról valójában. Az biztos, hogy a Fidesz ezen van, ugye, ha bármelyik nap, szerintem a legegyszerűbb ezt mindig ellenőrizni úgy, hogy valaki végignézi a Megafon aktuális mém kínálatát, vagy aktuális mondat kínálatát, amely operálnak. Ugye Fekete Győr András ítélete után, ugye az első kérdés szinte mindenhol, hogy lemond el Fekete Győr, vállalja-e a felelősséget, tehát a jobb oldalon vállalja Varga Judit. Ugye az ügyek nem számítanak, hiszen a valóságnak ezek a részletei valójában a széles nyilvánosságban azért kevéssé. A tömegek nem mondják majd föl a részleteit az ügyeknek, hogy az felfüggesztett, vagy nem felfüggesztett, hogy politikai tüntetésen történt, nem politikai tüntetés, ezek már másodlagosak. Tehát ebben azért ez a keret biztos, hogy marad. Az, hogy okoz a kérdés, az nagyon jó kérdés egyébként, és bizonytalan is vagyok mindkét oldalról. Az egyik oldalról is, mert azt is el tudom képzelni, hogy igen, mert hogy Balogh Zoltán nem lehéz úgy keretezni, mint egy Fidesz politikust. Hiszen egész életében a párthoz közeli volt miniszter, tehát az szerintem azért nem lehetetlen így keretezni. A másik oldalról viszont a Fidesznek egy ponton meg kell állnia. Az nagyon fontos szerintem. Tehát nem lehet minden nyomásra leszedni valakit, mert elfogynak. Tehát egy ponton meg kell állítani azt a folyamatot, mert ha most Balogh Zoltán lemond, és másnap
még egy szál előkerül, amiben nem tudom, kiderül, hogy még egy tanácsadó hasonlóképpen volt, akkor újra lemond. Akkor ugye egy olyan dominóba kerülnek bele, ami utána kezelhetetlenné válik a helyzet. Tehát nem szükséges. Szerintem azzal, hogy Novák Katalin lemondott, azt mindenki hallotta, igen, arról mindenki értesült, szerintem lehetett ezt a narratívát meg lehetett ágyazni. Ugyanis a narratíváknak akkor lehet megágyazni, és ez nagy tanulság ebből az egész ügyből, hogyha van valóság alap. Igen. Az, hogy a pedofil mentegető igazgatóhelyettesnek kegyelmet adott, azt nem lehetett magyarázni. Az szembe ment az összes fideszes választó erkölcsi érzékével is. Tehát, hogy olyat nem tudnak átnyomni megafonék propagandában, ami teljesen szembe megy ezzel. Az viszont, hogy lám-lám, nálunk vállalják a felelősséget, az most már tényalapú, hiszen valóban lemondott Varga Judit, és valóban lemondott Novák Katalin. Van mire alapozni ezt a történetet. Épp ezért állítottam az előbb, hogy szerintem ezzel bekeretezték úgy, és a miniszterelnök megszólalásával az, hogy nálunk akkor rend van, ha hiba van, akkor, és most ezt súlykolják is, hogy egy ilyen normális kis botrány szintjére szerintem le lehet vinni ezután a dolgot, de nem mondom én sem egészen biztosan, egyrészt már nem vagyok jós, másrészt azért, mert pont Magyar Péternek a megjelenése a színen, és az, hogy elkezdett tovább gördülni, nektek köszönhető, itt a Partizánnak köszönhetően főleg az úgy, hogy elég gyorsan tudtok reagálni, és be tudtad hívni. Elkezdett tovább gördülni, ugye a meglepetés az azért meglepetés, mert nem látjuk előre. Tehát, hogy politikában ez a szép, hogy miközben van egy ilyen épített rendszer, annyit látunk tényleg, hogy a Fidesz feletti meg kizárólag. Tehát, hogy ez nem kívülről, nem a Soros, nem az ellenzék, stb. Ha ők követnek el olyan hibát, és valami belső ember áll elő, annak esetleg lehet hatása. Én úgy gondolom, látva az elmúlt 14 évet, hogy még mindig nem valószínű, hogy ennek bármiféle rendszerváltó hatása lenne ennek az ügynek. Szerintem ezt sikerült keretezniük. De az biztos, hogy volt egy kis zavar az erőben. A református egyház politikai stratégiai jelentőségéről az Orbán kormány viszonylatában mit lehet elmondani? Tehát ugye nagyon sokat szoktunk beszélni a katolikus egyháznak a vezető szerepéről, a reformátusok ebből a szempontból egy kicsit talán az árnyékban vannak. Szerintetek van-e esetleg, vagy volt-e esetleg olyan szempont, hogy azért sem kell Balogh Zoltánnak lemondania, mert igenis fontos a református egyház abban a szempontból, hogy egybe lehessen tartani a tábort? Biztos, hogy fontos a református egyház, hogyha nem így lenne, akkor nem lett volna egy miniszterből úgy püspök, és aztán pedig gyakorlatilag országos vezetője az egyháznak, hogy ugye az eredeti feltételek szerint ő nem lehetett volna. Tehát kell 10 év lelkipásztori szolgálata, az, hogy kellett, 2019-ig talán, amikor Zoltánt megválasztottak, már nem emlékszem pontosan, de arra igen, hogy 10 év egyben lévő lelkipásztori szolgálat kellett, ez neki nem volt meg. 10 éve megvolt, de nem egyben, nem egy húzamban. Ezt az egy húzamban tétet törölték aztán azért, hogy aztán meg lehessen választani, és aztán meg is választották, és, tehát hogy ez fontos volt. Ha megnézzük, hogy amíg az evangélikus egyházban a választások hogy zajlottak, mondjuk a legutóbbi már, úgyhogy ott is aztán Font Sándort éppen beindították, tehát hogy ott is volt egy olyan kifejezetten fideszes nyomulás, hogy az egyháznak az átvétel az fontos, tehát hogy az egyházakkal nem hogy jóban lenni, hanem nagyon-nagyon szoros pórázon tartani őket, azt a politikát azt látjuk. Ennek persze nem feltétlenül kell póráznak mondani, mert úgy végülis az egyház fiak döntenek úgy, hogy nekik megéri most megtartani Balogh Zoltánt, nekik megéri ez a fajta kapcsolat a magyar állammal és a kormánnyal, hiszen egyébként egy csomó minden van, és egyébként nem is kell feltétlenül utálni őket ezért, mert mondjuk helyi szinten, vidéken, stb., hogy tényleg a templom tud működni, hogy van arra fejlesztési forrás, hogy tudnak közösséget építeni, ezek bizony fontos szempontok is tudnak lenni ott helyben. Tehát nekik ezeket is, tehát hogy mondom, nem úgy kell elképzelni, hogy vannak az egyháziak, akik az ördögök, és így ezek valós reális szempontok. Nyilván kicsit csapdahelyzet, nem is kicsit, nagyon csapdahelyzet. Nagyon csapdahelyzet, és akartam párhuzamnak mondani pont azokat, amit a Fidesz is előhozza. 2006 utáni események vagy ilyesmi, amik hozzájárultak a identitásának a felszámolásához, szerintem bizony akár a baloldalhoz köthető politikai közösségnek. Ugye nem vagyok benne biztos, hogy hosszú távon mondjuk a reform, aztán én tényleg kívülről beszélek, úgyhogy nem akarom megfejteni, csak a dilemmát, amit az András mondott, azt, hogy a között döntesz nyilván, hogy a most az erőforrások használata az nyilván szükséges neked ahhoz, hogy fönntarts hosszú távon ezt az egyházat. Ez az egyik, amit mérlegelsz. A másik meg nyilván az, hogy nem ártasz-e többet az erkölcsi integritásodnak, ami az ilyen típusú intézményekhez hozzá kell, hogy járuljon ahhoz, hogy sikeresek legyenek ezzel a döntéssel. És nyilván e kettő között mérlegelnek, és hozniuk kell egy döntést. Összességében én nem gondolom, hogy a többségük egy teljesen tiszta lapon ne azt mondta volna, hogy vállalhatatlan az, amit Balogh Zoltán mondott a kegyelmi kérvény ügyében. Csak hogy nyilván voltak ezek az egyéb szempontok, amikkel együtt döntenek. Mondom, szerintem én látva a baloldali
politikai tábor 2006 utáni identitásválságát, én nem gondolom, hogy nem ilyen döntések vezettek annak a felszámolódásához, vagy annak az erkölcsi válságnak a kiteljesedéséhez. Ugye Magyar Péter megszólásaiból azt is lehet látni, hogy nem csak azt tud belső morgolódásokat előidézni, hogyha azt látják, hogy valaki indokolatlanul gazdagszik és nagyobb hatalmat kap, mint amit esetlegesen a politikai felelősség vállalása megengedne neki, hanem bizony az is, hogy viszont másoknak meg aránytalanul sokat kell szerepelniük a nyilvánosságban, égetniük magukat azért, hogy egy-két ember vagy egy-két érdekkör gyarapodni tudjon. A ti megítélésetek szerint viszont az, hogyha Balogh Zoltán most nem mondott le, és ilyen szempontból kivonta magát ez alól a felelősségvállalás alól, ez is erősíthet-e ilyen típusú belső morgolódást? Esetleg van-e is arról tudásotok, hogy akár a Novák kabinetben, akár az egykori Varga Judit kabinetben lehetnek olyanok, akik azt mondják, hogy na jó van, ez volt a vörös vonal, hogyha nekünk egyébként most lejtőn vagyunk és csúszunk el kifelé a rendszerből, de te pedig kapaszkodsz két kézzel abban, amit megszereztél, miközben ugyanúgy saras vagy ebben, mint mi magunk, ez lehet az ő belső narratívájuk, akkor lehet, hogy ez fogja őket átlökni abba, hogy megszólaljanak? Szerintem nem. Az üzenet az mindenképp csak Orbán Viktorra érdemes figyelni. Amikor ő azt üzente, hogy Novák Katalinnak vége, akkor Novák Katalinnak vége volt. Ha Balogh Zoltánnak nem kell lemondania, az azt jelenti ennek a körnek is, hogy Orbán Viktor nem vette le a kezét Balogh Zoltánról, Balogh Zoltán érinthetetlen. Pont. És amit a főni mond, az úgy van. Tehát, hogy szerintem önmagában nincsen itt palataforradalom, mindenki tudja az erőviszonyokat, ez ebben a körben is. Az, hogy ez a belső, hogy mondjam, ezek az érzéseik ezeknek az embereknek, hogy fel vannak háborodva, az tény. De hogy befogják a szájukat, az is tény, hogyha azt látják, hogy most ez az irány, ezt kell szeretni. Hiszen ezt egyébként Magyar Péter is teljesen jól elmondta ebben a stúdióban, hogy kifelé semmit. Befele lehet morgolódni, meg lehet kritikai észrevételeket tenni, hogy állítása szerint ő is tette ezt mindig Gulyás Gergelyéknél bulikon, stb., de kifelé nincs beszéd. És szerintem ez várható itt is, hogy mindenki úgy fogja ezt levenni, hogy jó, akkor Balogh Zoltán marad, és ő akkor jó ember. Ennyi kiegészítés, csak hogy egyébként maga Balogh Zoltán az üzenetében azt mondta, hogy jelezték számára, hogy vizsgálja fel a közéleti szerepét, és ezt meg is fogja tenni. Így szólt az ígéret, hogy ezt milyen formában fogja megtenni, az egyelőre még a jövő zenéje. Igen, csak néhány egy mondat így azokra reagálva, amit mondtatok. Az egyik, hogy ugye Orbán Viktor mindjárt évet értékel, szerintem is az a fontos, hogy az mi lesz, nem véletlen, hogy addig nem beszél, szerintem addigra lesz kész a keret és az üzenet, ami mostantól a kampányig, tehát a választásokig elviszi a Fideszt, hogy valószínűleg azért is, mondjam, minden politikai logikából is következik, hogy addig kiszedjék, mert minden nap történik valami. Persze, bocs, egyébként kb. Elképzelhetetlenek tartson évértékelőt szombaton, de nem tartana, azt te hogy értékelnéd? Azt elképzelhetetlenek tartom. Olyan nincs. Ott nincs, olyan ez nincs. Kizárt. Tehát az... hogy valami teljesen üres valamit mond, azt el tudom képzelni, hogyha nem futnak be véletlenül, de be fognak futni a mérések. Tehát, hogy pontosan fogja tudni, hogy kinek beszél, mit akar mondani, hogyan fogja a sajátjait feltüzelni és egyben tartani. Tehát, hogy hát, ha valamiben nagyon profi az ember, ebben az. Tehát, hogy profiban mögötte levő Rogán stáb is, bejönnek a mérések, ki fogják találni, hogy mi az üzenet, úgyhogy fog beszédet tartani. Engem sokkal jobban érdekel az, amit egyébként, vagy lehet, hogy műsor után nem tudom megkérdezni, mert jönnek a következő vendégek, hogy mi lesz pénteken, hogy szerepelnek majd az influencerek politikai, gyakorlatilag politikai pódiumon, ha tetszik, hanem mégiscsak egy tüntetés élén. Nagyon érdekel, hogy az sikeres, vagy sikertelen lesz, hogy a választók, meg az emberek azok úgy veszik, hogy egyébként szeretem a zenéjét, de akkor elmegyek akkor is, hogyha valami mondandója van tüntetésen, vagy egyáltalán nem is távol maradnak, ez nem érdekli őket, marhára érdekel. Meg annyi fontos kérdés, ami ki fog derülni pénteken, úgyhogy mindenképpen tartsatok velünk majd aznap este, és Péternál volt még. Igen, csak még egyébként részben ide kapcsolódva, szerintem egy másik nagyon érdekes része a történetnek, a magyar interjú fölfoghatatlan magasságokban van a nézettsége összességében, tehát azt mondjuk nem tudom jobban ismert az adatokat, hogy milyen gyakran látunk, nagyon-nagyon ritkán. Ezzel együtt a ellenzékre szavazó választópolgárok száma alatt van valószínűleg még mindig a nézettsége, és a néző és a szavazó között is óriási különbség van. Igen. Tehát az, hogy ez kettő különálló dolgot jelent. Tehát az, hogy mit gondolok, mit nézek, hiszen Magyar Péter maga arról beszél, hogy ő 14 éve abban van, arra szavaz, abban él. Most eljött egy pillanat, hogy nem, de valójában a döntés pillanata, és ezért az Orbán Viktor mentesítése erről szól mindig, hogy az adott pillanatban ki fog megvédeni minket a ránk leselkedő veszélyekről. És az a migráció, a háború, nem tudom, ugye most a gyermekvédelem az egy bonyolult, és ezért is van ekkora probléma. És visszatérve még egy mondat a Andrásnak egy korábbi, én is azt gondolom, hogy valamennyire izolálni tudják, és inkább, hogy mondjam, százaléknyi különbségeket lehet majd látni, de nem akkora elcsúszásokat. Az, hogy nagyon fontos szerintem is, hogy az ilyen típusú rendszerekben és minden politikai rendszerben a pillanatot egyszerűen, a következő pillanatig sem látunk. Tehát a meglepetés, az emberi hiba, az, hogy a szorongások hogyan alakulnak, ezek emberek, akik csinálják, idegileg fáradtak, elkövethetnek hibát.
És akkor csúszhat minden. Tehát magyarul a fölcsúszamlást az sosem tudod előre jelezni. Az emberi tényező. Az emberi tényező mindig adott pillanatról beszél. Ugyanakkor van egy nagyon fontos szerintem, hogy Orbán Viktor hogy interpretálja magának a most történteket, tehát reális veszélyként, a rogánizmusra való figyelmeztetésként, mert azt viszont el tudom képzelni, hogy tegyük, hogy nem nagy árat fizetnek, és az előző kérdésed, hogy van-e, aki kibeszélni, ebben látom a kevesebbet, ahogy az András mondta, hogy most fejhez csap valaki és rájön, hogy a belső viszonyok átalakulásának, tehát a NER folyamatos alakulásának azt el tudom képzelni, hogy egy mérföldköve. Tehát, hogy azt miért ne lehetne, hogy egyébként a Szijjártó körül csoportosul érdekcsoport, vagy a Gulyás Gergő körül csoportosul érdekcsoport, hirtelen úgy látja, hogy helyet kell változtatni, ahogy a Rogán, vagy hogy eljött a pillanat, amikor a Rogánhoz beljebb lehet menni, miközben hosszú évek alatt nem lehetett megközelíteni az ő. Tehát azt el tudom képzelni, hogy lehetnek olyan belső elcsúszás, ez nyilván attól függ, hogy Orbán Viktor hogy ítéli meg a jelenlegi helyzetet, ezt egyedül ő tudna válaszolni, de amilyen úgy ítéli meg, vagy azt mérik. Ugye Rogán Antal azért ne felejtsük el, a legnépszerűtlenebb magyar politikusok egyiket, tehát Gyurcsány Ferenci magasságokban, mélységekben, igen, ezzel próbáltam ironizálni, van, tehát őt ugye nem lehet kiengedni a nyilvánosságban hosszú évek óta. Tehát, és arra visszautal, hogy mondta, miért ne gondolhatnák egy ponton úgy sokan, hogy mi minden nap ki kell, hogy menjünk a napra, minden áldott nap megkérdezett. Szijjártó Péternek 76 darab interjút kell adni. Igen, és Gulyás Gergelynek az arcát el kellett égetnie, pedig ő volt az ember arcú Fideszes, ugye nagyon sokáig, aztán kirakták a napra, hogy akkor égjen csak az arcbőr. De ezeket az embereket ezért fizetik, pontosan tudják. Tehát mielőtt még olyan nagyon-nagyon sajnálni kezdenénk őket, pontosan tudják, nem, vállalják, csak a hatalmi hogy ez az ő szerepük, az Rogának meg más a szerep. Csak azért, tehát nyilvánvalóan, mit tudjuk, egy megafonos influencer propagandista fizetése, az mondjuk tényleg percdíjban sem hasonló ahhoz, amit Tibor István halmoz föl, és én véletlenül sem akarom, hogy vérezzen a szívünk a megafonosokért, de azért azt pontosan értjük, hogy mekkora különbség van, és ha nem a megafonosokat nézzük, hanem mondjuk a frontpolitikusokat, egyetlen olyan frontpolitikus sincs igazából, aki naponta vállalja ezt a típusú küzdelmet, mert aki tényleg a Tibor civil mészárosi felhalmozáshoz mérhető vagyon tudna maga mögött 14 év után. Azért ne lebecsüljük le őket, attól függ melyiket. Ha a Matolcsi érdekkör környékén szétnézve összeszámolnánk a vagyonokat. Azok sem hiszek nyilvános szerepet. Matolcsi Györgynek sem kell kikiállni igazából a nyilvánosságért. Matolcsi Györgynek azért sokat kellett. Tehát a Matolcsi Györgynek a NER történet az egy hosszú történet. Virág Barnabás viszi a boltot. Igen. Most már igen, de azért mondom, hogy Matolcsi történet egy hosszú történet azért a jegybanki alapítvány. Most ez jó, ebben igazad van, Marci, de most komolyan, tehát az a figura, aki azt mondja, hogy miért nekem ég el az arcom, minden, az pontosan tudja, hogy azért, mert ez így van a rendszerben, ez a szerepem, és ez a biztonságomat az Orbán Viktor garantálja. Pont. Tehát, hogyha ő nincs, még ez sincs. De bocsánat, nem, szerintem még a politikai ambíció is, tehát ugye azért szerintem az Orbán kormányban három fix dolog van, minden Orbán kormányban. A rend Pintér Sándoré, a pénzügyi rend Varga Mihály, a választások megnyerésének rendje, igen, most abban van valami. Van egy kis gond, igen. A választások megnyerésének rendjért Rogán Antal felel. Ez a háromszög van. Ugye ebben a háromszögben Rogán Antal az egyetlen, akinek soha nem kell hatalom csökkenéssel vagy erőforrás szűküléssel számolni, a nagyon hosszú ide. Sőt, egyre több van. Egyre több van neki, a titkosszolgálatoktól kezdve mindent be tudja ítélni, hogyha éppen ugye Pintér Sándortól tud elvenni. Igen, ugye a Rogán szerencséje az, hogy a fronton ő már nem játszik, pont azért, mert ilyen népszerűen, tehát őt soha többé nem lehet kiengedni arra, hogy ő nyerjen meg bármit. Tehát az ez, nem biztos, ez... hogy soha többé, de már adhatják. Nagyon hosszú ideig szerintem nem. Miközben a többiek... Azt a kampányt azért megnézem, igen. Igen, az egy érdekes. Navracsics Tibor, Lázár. Én láttam Rogán Antal tavaly... igaz, hogy lehet, hogy is ott voltak, nem tudom, egy ilyen kis szűk körű klubba egyszer eljött beszélni. Elképesztő jól kommunikált, pedig nem baráti kérdéseket kapott, bár nem is durvákat. Nagyon kisimult volt, nagyon, nagyon érezte, hogy minden nagyon frankó. Tényleg nagyon jól kommunikált, szóval, hogyha kiengednék a napra, szerintem rosszul gondolja, aki úgy gondolja, hogy Rogán Antal felsülne, vagy már hát bocsánat, a Fábián Tamás kamerája előtt láttam a Telexnél, és nem tudott szerintem olyan tempírozással válaszolni, ami adekvát lenne. Kicsit elszokott tőle, de alapvetően... Önbizalommal teli. Nem, ott a történet erős szerintem, tehát már a história, tehát ami mögötte van NER őrületből, azért a szélsőséges. És még egy tényező, bocsánat, Rogáról, ami még az interjúban nekem, amikor nagyon fölkaptam a fejem a magyar interjúban, az nekem a Tiborc pillanat volt. Tehát az, ha a NER-ben van egy darab ilyen tabu, az az Orbán Viktor családjához fűződő vagyonosodás és ennek tárgyalása, vagy jó és rossz erkölcsi kategóriákkal való leírása. Hát és pláne, bocsáss meg, annak a keretezésében, hogy viszont Mészáros Lőrinc neve nem került elő nála. Igen.
Hát azért, mert válaszonlányt olvasott, és a Bód is ugye kigyűjtötte ezt. Igen, a, igen, őt, őt úgy biztos, hogy már kilép a napra. Egyezett, egyébként egy jó olvasó szemét tartotta a számotokra. Igen, köszönjük is. Kérdezzek vissza egy pillanatra még ez a Rogán Antal szálhoz, mert ugye Magyar Péter nyíltan kritikusként lépett fel Rogán Antallal szemben. Szerintetek egyébként belül létezik-e olyan méretű szervezet, kritikus tömeg a Fideszen belül van Rogánnal szemben, ami esetleg most bátorítást érezhet ezzel kapcsolatban, adott esetben egyébként támogathatja magyar törekvéseit? Hát ugye a Fidesz szervezett tömegét Orbán Viktornak hívják. Tehát ugye ez azért, tehát amíg Or plusz... Egy jó klik, akkor így mondom. Igen, de a jó, ugye az van, az a, ez azt üzenné, mintha lenne egy jó, meg egy, tehát hogy mintha Rogán Antal nélkül lenne a többi. De ez egy tévedés. Tehát Rogán Antal nyeri meg a többinek. Most ez nyilván elnagyolva. De hogy magyarul a Rogán építette ki, ő vezetésével működtettetik azt a hatalomgyárat, az a Török Gábori kifejezés, amit én nagyon szeretek, nagyon jól írja le szerintem a logikáját ennek, amivel a többiek egyébként megszerzik a hatalmi pozíciókat. Tehát mondom, én erre utaltam, hogy őtől jön a Bella. Igen, de pont a főszerkesztő helyettesed, Bita Dániel utalt arra rendkívüli háromharmadon, amiket hallgassanak meg a nézők, hogyha mi nem tették volna meg, szóval arra utalt, hogy ugye Rogán Antalnak azért van egy nagyon fontos versenyre mindenkivel szemben, hogy őt magát egyébként kimért meg vajon. Tehát Rogán Antal mindenkit megmér, és mindenkiről tudja ezeket az információkat, de valóban van egy olyan erőközpont, ami azzal is rendelkezik információval, vagy arról, hogy maga Rogán Antal alapvetően kitettség, tehertétel, vagy még erőforrás inkább a Fidesz. Én erre utaltam, hogy ez egy érdekes kérdés, Orbán Viktor hogy ítéli meg. Én ebben nem tartom teljesen kizártnak. Függ, nyilván megint mondom, hogy holnap mit beszélnénk ugyanabban a stúdióban, ha ugyanitt találkoznak holnap, de lehet, hogy megint más. De hogy én azt nem tartom kizártnak, hogy esetleg bizonyos belső hatalmi csoport, ugye a Fidesz az Orbán Viktor alatti világban azért nagy hatalmi csoportok közötti vetélkedés is. Hogy ezekben egyébként kinyit olyan eltolódásokat, amit mi nem is látunk egyébként, vagy esetleg nem is érzékelünk, azt én nem tartom teljesen kizártnak. De arról, ez a B-jóslás kategória egyelőre, tehát hogy nem tudom mennyire követtétek, de az első pillanatokban egy csomó olyan volt, meg nem hajlottam rá, de logikusnak tűnt, egy csomó összeesküvés elmélet előjött, amikor kidurrant ez a dolog, ugye, hogy Novák Katalin ugye nem írta alá a Lázárnak a kastély törvényét, a Lázár az biztos ettől nem boldog, csak vissza is szólt, na, akkor ki lehet-e mögött nyilván a Lázár, aztán kiderült, hogy rohadtul nem, hozzánk is megjött a szerkesztőségbe az a, az e-mail, amit végül is a hírportálként működő 444 gyorsabban észrevett és kirakott arról, hogy miféle döntés született, milyen kegyelmi döntés van. Tehát nem volt ilyen összeesküvés az egész történet mögött, de mégis ugye ez a Fideszen belüli harcok jelentek meg egy csomó embernek a lelki szemei előtt, hiszen ezek valóban léteznek, és most lehet, hogy van bennük, de ezeket Orbán Viktor egyébként szereti. Tehát az, hogy harcoljanak csak egymással, a lényeg, hogy ő döntse el, hogy ki nyert. A végén ő mondja ki, hogy te vagy a nyertes, mert téged bízok meg miniszter. Ennyi a lényeg. Én másik értem ez a kérdés, hogy a Magyar Péter nagyon tudatosan úgy próbálta narrálni az egész történetet, hogy van a rogáni hatalomgyár, és van mellette Orbán Viktor. Most nyilván ez nem két külön entitás, ezek igen szoros szimbiózisban vannak egymással. De egy pillanatra tegyük fel azt a kérdést, hogy előállhat egyébként az a helyzet, hogy Orbán Viktor fogja ilyen szempontból ennek a hatalomgyárnak. Előállhat-e az a helyzet, hogy nyilvánvalóan nem tud mindenre ráhatással bírni, nem fogja ő az összes kommunikációs üzenetet egyesével szelektálni és jóvá hagyni. Kell, hogy valamifajta bizalom működjön kettőjük között, és ezért 14 év alatt előállított olyan helyzeteket, hogy nem biztos, hogy minden Orbán Viktor ízlésének maximálisan megfelel, és egy ponton lehet, hogy túlcsordul. Hát akkor kirúgja. Akkor kirúgja. Ki tudja rúgni? Ez nem egy csereszavatos pozíció. Ne hülyeskedjünk már, hát Simicska Lajos ki tudta rúgni, aki igen, abszolút vitt az egész, az érintetetlen, az egész gazdasági hátországának a kulcsa nála volt. Mindenről ő döntött már, és hát már Orbán Viktor idegesítő. Pénzes perset lehet bármikor találni, hatalomgyárat vezető. Bocsáss meg, Simicska Lajos nem egyszerűen pénzes, nem Mészáros Lőrinc volt, meg nem Tibor Cista, nem egyszerűen egy pénzes perse volt, hanem az egész rendszer felépítője, a gazdasági hátországi rendszer összerakója. Tehát teljesen más szinten volt Simicska Lajos, és még őtől is meg lehetett szabadulni. Nyilván Rogán Antal bizalmi pozícióban van, de úgy látszik, ezzel a bizalommal nem élt eddig vissza. Megtehetné persze, amit egyébként Magyar Péter mondott neked, az a része nekem nagyon érdekes volt, hogy persze azt méri, amit a megrendelő kér. Tehát, hogy elvileg Rogán Antal mutathatna olyan méréseket, amik egyébként azért olyanok, mert ő azt szeretné, hogy olyanok legyenek, és a saját politikai érdekeinek megfelelően meggyőzve a miniszterelnököt is, mert minden, hogy most ezt kell lépni, elvileg rendelhetne ilyeneket, és átverhetné a miniszterelnököt, de a miniszterelnök azért nem hülye, valószínűleg egy idő után átlátna azon, hogyha bárki átverné, és Rogán Antalnak miért érné meg? Ő nagyon jó pozícióban van, gyakorlatilag a hatalomgyár korlátlan uraként, akire még kampányidőszakban a miniszterelnök nem, hogy hallgat, hanem Rogán mondja meg, hogy mi a mondás, és a miniszterelnök az pedig katonásan végrehajtja a Rogánnak a
gyakorlatilag utasítás, hogy ebből a pozícióból miért akarnak kiesni? Ez számára egy csodálatos pozíció. Magyarán nem él vissza a bizalommal, szerintem. Éppen ezért, mivel nem él vissza a bizalommal, és működik, és mindig kétharmad van, megy tovább a szekér. Egy kérdés engedjen, mert lehet, ez egy antropológiai vita kettőnk között, de én azt gondolom, hogy menedzseri tudásokat a piacról sokkal könnyebb beszerezni. Nem könnyű, de meg lehet. Míg a politikai intuíciót, ami valószínűleg Rogánnak a megkülönböztetett fegyvere ténye, vagy nem tudom, versenyelőnye másokkal szemben, az egy nagyon ritka termék. Az nem lehet ennyire csereszabatos, mint az, hogy valaki képes egyébként jó Excel táblákat és sok száz főt egyébként mozgatni és értelmes rendszerbe elhelyezni. Mit száfoz ezzel csak? Hogy Rogán nem biztos, hogy olyan szempontból csereszabatos, mint ahogy mondjuk Simicska Lajos az volt végül. Azért a Simicska történetről, ha olvasunk a korai Fideszről, a Simicskánál helyettesíthetetlenebb embert nem lehet elképzelni. Hát arról szól a nagy vita, hogy végül melyikük a nagyobb. Ha a korai fideszesekkel beszél az ember, vagy történetileg átnézzük, hogy melyikőjük a nagyobb, a Simicska vagy az Orbán. Tehát az egy olyan mértékű, szóval inkább a mostani várakozásokat inkább nekem is ez van, hogy ezért viszi lejjebb, hiszen ha a Simicska Lajosnál nem érződött rendszer probléma, vagy a rendszernek nem volt olyan megingása, ami az egész létét fenyegette volna, azokkal a tőkékkel, amik Simicska Lajosnál voltak, információ, vagyon, kapcsolatok. Tehát minden, az szerintem pont ezért van, hogy most valójában ahhoz képest ez egy nagyon minimális kitettség összességében. Rogán Altat konkrétan elég leváltani, neki van egy pozíciója, ő neki rendesen hivatalos pozíciója van, őt egyszerűen ki lehet rúgni, a miniszterelnöknek minden joga megvan hozzá. Tehát, hogy azért... Igen, de ott az van szerintem a Rogánnak még egy mondat, bocs, hogy a... Kicsit bonyolultabb volt a Simicskát eltávolítani. Igen, és itt szerintem az van, hogy a Rogán pozíciójának biztonságát szerintem az nagyon erősen meghatározó, hogy nincs politikai ambíciója abban az értelemben, hogy biztosan nem akar miniszterelnök lenni. Rogán Altal ambíciója az pénzügyi és befolyás. Hát, tudományos, hiszen feltállalóról beszélünk, azért azt hallgassuk. Igen, lehet, hogy még tudományos céljai vannak, így van, hogy a kiteljesedjen és esetleg a... Minél több találmányt és szabadalmat magyaráltjúzni. Na, de hogy az összes többi politikusokról beszéltünk, és útközben Orbán versenyeztette, elejtette, ezek azért mind ambíciókkal, politikai ambíciókkal, tehát magasabb pozícióban való törekvéssel állt a politikusok. Orbán utódnak gondolták a tükör előtt otthon magukat csöndbe szépen este, mikor így belenéztek, hogy azért milyen jól mutatna a fejemben a korona. Tehát megfordult a fejükben. Míg Rogán Antalnak láthatóan nem. Nem, igen. Mit gondoltok az ellenzéki követelésekről? Főként azért kérdezem ezt, mert ugye most úgy tűnik, hogy a közvetlen elnökválasztás lesz a legerőteljesebb közös állítása az ellenzéknek. Ezt ugye a DK dobta be, de igazából a Momentum sem zárkozott el ezelől. Szerintetek ez tud-e egy olyan tematizáló, mobilizáló, erővel bíró kísérlet lenni, követelés lenni az ellenzék részéről, amely adekvált ebben a válságban, amit most a Fidesz oldalán előállítottak? Szerintem ez mellé megy, mellébeszélés és lényegtelen. Tehát, hogy nyilvánvaló, hogy egy kétharmad idején teljesen mindegy, hogy mit követel ilyen szempontból az ellenzék, hogy így változtassák meg az alkotmányt, azt pont úgy fogják megváltoztatni, ahogy az Orbán Viktor érdeke. Mindenki tudja mai, tehát 2026-ig pontosan tudjuk a politikai berendezkedést, tudjuk, hogy gyakorlatilag teljhatalomban bármit meg lehet csinálni, alkotmányt lehet módosítani, egyedül a Fidesznek, egyedül Orbán Viktornak. Ilyenkor ilyen ötletekkel bejönni, hát nem tudom, hogy max a saját szavazóknak a lelkesítésére, meg összefogására lehet jó, hogyha bemutatnak egy olyan figurát, akiben az egész ellenzék meg tud egyezni, hogy na ő lenne nagyon jó. Tehát valójában, hogyha megnézzük az erőforrásokat, meg a kampánytechnikákat, a közvetlen elnök választáson is véletlenül a Fideszes jelölt győzne országosan. Tehát szerintem, hogy... lépéskényszer volt-e mögött, és egy fajta ötlettelenség eredményezte ezt, vagy pont az, hogy egyébként ugye ez már 2022-es kampányuknak is pontosabban a programjuknak a része volt ez a típusú ajánlás. Tehát ebben akartak következetességet mutatni, tehát mi állhat a mögött, hogy pont ezzel álltak elő, hiszen annyi minden másra is előállhattak volna. Hát ezt tőlük kell megkérdezni, ezt tényleg nem tudom. Szerintem azért a logikája az benne, hogy az államfővel volt a botrány, akkor oda nyúlnak. Ugye időzítés nem a legkönnyebb az ellenzéknek, nyilván nem is ő intézte, ez egy fideszes botrány, de nagyon messze van a választástól. Tehát, hogy a Borkai, a Fidesz ugyanúgy hallgat, nem tud rá mit kezdeni. A Borkai ügy időzítése ugye azért volt az ellenzék számára egy főnyeremény, mert nem lehetett beavatkozni a választás előtt, ergo úgy befolyásolt, hogy nem kellett mellé politikát tenni. Itt most ugye február van, hónapok vannak választások. Június 9, azért az messze 9, van. Úgy, hogy fönn kellene tartaniuk nekik egy nagy politikai motiváltságot, mobilizálni a szavazókat. Szerintem már most sokat nyertek egyébként, mert abból az apátiából, ami szerintem egyenesen navigált, sokkal inkább a kutyapárt és vagy a nem részvétel felé. Abból most szerintem nekik egy sokkal kedvező pozíció van, mert újra az anti-orbánizmus, meg az antifideszizmus erősödik, amiben automatikusan szerintem a mainstream pártok tudnak profitálni első körben, és akkor innentől van egy, de ugye föl ki kell jelölniük egy célt, hogy mit csinálunk majd most, mert ugye a botrány, ahogy az András mondta,
egy ponton vége lesz. Most, hogy ez három. Csak hogy értelmes célja olyasmit bedobni, ami biztos nem valósul meg, nem tudod elérni sehogy. Meg nekem az első reakcióm, de érdekes, mert utána beszélgettem, és egyébként érdekes érvek vannak nyilván pro meg kontra. Nekem az egyik mindig az intézményi megoldással, és sose tudok semmit kezdeni. Tehát, hogy mit tudom én, ami nekem a mélypontja volt az ellenzéki gondolkodásnak, az a választás idején az a plakát, hogy legyen egészségügyi minisztérium. Hány magyar ember van a földön, vajon, hogy milyen tárcák vannak? Igen. Legyen rövidebb a várólista, most ez, vagy nem igen, tudom, legyen orvos az országomban, az egy állítás, de hogy legyen, és itt is egy, de ugye, mert ez azt jelenti közben, hogy döntsön a nép, az már egy állítás, hogy igen, válasszátok ti. Tehát ne a Fidesz, hanem az emberek, a magyar emberek választanak. Tehát nem tudom, hogy elmondható, mondom, szerintem nagyon nehéz, mert nem igazán tudnám megmondani persze, hogy mit tud ma mondani. Tehát, hogy... Meg hogyha lenne egy olyan, gondoljatok bele, ha lenne most egy olyan szereplő, aki ilyen teljesen egyértelműen az ellenzéké nyilván, de aki egy kicsit átlóg akár a Fidesz táborba is, mert ott is egy része legalább felnéz rá, tiszteli, stb. És tök egyértelmű. Ha egyből, tudtok ilyet egyből mondani, hogy ki az a figura, akit így ki lett? Mert most én láttam, hogy a Párbeszéd, ha jól tudom, ha létezik még ilyen párt, talán Kaltenbach Jenőt javasolta már is, aztán majd javasol egyet a DK is, aztán majd gondolom javasol egyet, annak akkor mi értelme van? Tehát, hogyha lenne egy valaki, akit szembe lehet állítani azzal a vélhetően pártkatona jelöltel. Nagy megoldás. Szili Katalina az aztán a Nemzetegyesítés. A háromharmadban is, igen. Nemzetegyesítés. Nem tudsz szabadulni, elnöke. Tőle, remek ötlet. Egyébként neki akkor tényleg megvan. Olyan, te nem utolsó. Igen, de egyébként csak most már az ellenzékiek nem nagyon érezik sajátjuknak. Nem, hát itt a Fidesz saját jelöltje egyébként. A Fidesz az szép lenne, hogy az MSZP-nek nem sikerült. De a Fidesz közösségével. Vicces lenne közben, meg azért az is vicces lenne, hogy mennyire, tehát visszanézni azokat az érveket, amelyek fideszes szájakból hangzottak el a Szili Katalin MSZP-s jelölése, köztársasági elnök jelölése környékén, hogy hát pártpolitikus nem szabad. Igen. Az már nagyon régóta nagyon vicces, ugye? Igen. A Fidesz fülbevalós Novák Katalin itt most mondott le, de hogy ja, vicces fordulat lenne valóban. Az is tettem fel nektek ezt a kérdést, mert hogy a Válaszonline-on volt egy álláspont igazából a Novák üggyel kapcsolatban, amiben eléggé karcosan fogalmaztatok, azt írtátok, a Fidesznek most 2021 elején a választások előtt néhány hónappal nincs köztársasági elnöke, EP-lista vezetője és főpolgármester jelöltje, és ez a legfontosabb, hogy igazán alkalmas karakterek sem látszanak ezekre a pozíciókra, majd másfél évtizednyi kontraszelekció következménye ez. Szerintetek ez az egész együttes így, mint probléma halmaz? Alkalmas arra, hogy a Fidesz professzionalizmusának a mítoszát érdeme megtörje? Szerintem nem, mert találni fognak majd ezekre a pozíciókra. Most arról írtunk ebben, ez egy tényleg közös cikk, mindenki hozzászólt és hozzáírta a sajátját, szóval nem csak az, hogy fölírtuk, hogy a szerk, mert hogy annyira fontos a téma, hanem tényleg közösen raktuk össze ezt a publicisztikát. Itt ezt egy pillanatfelvételként értelmeztük ezt a helyzetet, hogy mit látunk ezen a kis polaroidon, amit most ez megmutatott, ez a lemondás és az ahhoz vezető egy hét. És most ezt mutatja, de meg fogják oldani. Tehát, nincs kétségem afelől, hogy valahogy, vagy úgy, hogy még a főpolgármester jelölt lesz, az tényleg nagyon érdekes, azt Kele Jánossal beszélgettem, és ő mondta, hogy egyébként sosem volt, nekem ez nem esett le, tényleg fideszes pártag főpolgármester jelölt, és Vitézi Dávid pont úgy néz ki, mint a standard fideszes, nem pártag főpolgármester jelölt, Latorcai, Schmidt Pál, Tarlós, egyik sem volt ugye Fidesz tag, tehát hogy milyen érdekes, de lehet, hogy most lesz egy pártag jelöltje Orbán Viktornak, de lesz, tehát ha azt ígérik, hogy március végére lesz jelöltjük, akkor lesz jelöltjük köztársasági elnöke, nyilvánvalóan lesz az országnak, valakit meg fognak választani. Tehát, hogy ezeket a problémákat majd megoldják, de az, hogy most ennyire nincs, ilyen röviddel a választások előtt, hogy az mutatja, hogy azért tényleg van itt gond, és hogy tényleg nem elég jó influencernek lenni, szép kosztümökbe mászkálni és mosolyogni a felvételeken, hanem valamiféle autonómia, szuverenitás kell ezekhez a pozíciókhoz. A miniszterihez is, mert lehet most azt mondani, hogy Magyar Péter nagyon aranyosan védi az ex-nejét, ami mondjuk ritka, ugye, általában, de mégiscsak, hogy hát ő nem is támogatta, meg nem tudta, de ilyenkor kell lemondani. Tehát, hogy olyan nincs, hogy jaj, ő nem is támogatta azt a kegyemet, meg ő egyébként szerette volna már kirúgni a Völnert, már régen, csak a miniszterelnök nem engedte, ilyenkor lemondasz. Ez a helyzet. De nem mondott le. Tehát, hogy na, igen, nem akarom szaporítani a szót, mert... De egyébként, amit az András mondta, tökre egyetértek, hogy szerintem is pillanatfelvételnek nagyon erős, tehát valóban, tehát az, hogy három ilyen pozíciódra nincs, de a másik felével is, hogy ezt nagyon gyorsan megoldják, és most egy cél lesz a kockázat minimalizálás ebben az időszakban, és nem olyan nehéz kockázat minimalizálni, tehát a Trócsányi László lesz holnap a köztársaságunk, Dajcs Tamás az EP lista vezető, igen, és a főpolgármester jelöltjük pedig az egyik kerületi polgármester, aki magabiztosan kikap Karácsony Gergelytől, akkor valójában megoldották. Vitézi Dávid szerintem most ebben a pillanatban nem tud lenni, mert olyan
károkat, további károkat okozna a Fidesz listának, amit most fővárosban nem tudnak elviselni, hiszen ha egy másik lista vagy nem lista, tehát vezet a jelöltjük, akkor szerintem az egy bonyolult politikai stratégiai kérdés nekik. Tehát szerintem most nekem ebben, erről nem vagyok meggyőződve, hogy most lesz itt megint egy csomó, még több szavazólap előttünk, amikor választunk kerületi polgármestert, meg mindenféle tehát pártlistára is szavazunk, stb. Ott van egy fideszes pártlista, rajta van a Fidesz logó, hát véletlenül a fideszes szavazó azért rá fog szavazni. Tehát, hát de a másikon meg a Vitézi Dávid, azt meg nem a Vitézi, de szerintem az egy bonyolultabb politika. Tehát azt az azon meg LMP logó van mondjuk, meg nem tudjuk, ezt nem tudjuk biztosan. Igen. Ott én bonyolultabbnak tartom, de azért is akkor is azt gondolom, hogy ott mindegy, hogy melyik a döntés egyébként, amit az András mellettél, vagy amit én, ez igazából szintén egy perc, és ugyanaz a helyzet fog előállni, ami eddig, tehát fideszes lesz a legtöbb mandátum az EP-ben, fideszes lesz a köztársasági elnök, és Karácsony Gergely lesz Budapest főpolgármester. Tehát ugyanaz a képlet lesz, ami most nem volt veszteség benne plusz. Igen. Fiúk, köszönöm mindkettőnek, hogy bejöttetek. Köszönöm. A nézőinknek, hallgatóinknak ajánljuk a rendkívüli 3/3-ot, ami tegnap került ki. Pénteken jön a következő. Illetve valóban Stumpf Andrásnak volt Makele Jánossal egy a kegyelmi kérvény ügyhöz nem kapcsolódó, egyébként izgalmas politikai interjúja, úgyhogy azt is érdemes elolvasni. Köszönjük, hogy itt voltatok, gyertek máskor is. Jövünk. Az elmúlt napok eseményei kapcsán nagyon kevés szó esik a gyermekvédelemről, pontosabban arról a 2016-os botrányról, amelyet a Házon kívül riportja indított el, és amelyet egyébként most vasárnap egy következő riportban dolgoztak föl. Nevezetesen annak mentek után a riport alkotói, mégis hogyan értékelik az áldozatok a kegyelmi kérvényügyet. Úgyhogy most egy összeállítás következik, amelyben egyrészt a 2016-os, illetve a 2024-es, tehát a most vasárnapi riportból állítottunk össze egy rövid összeállítást, hogy képet kapjatok róla, utána pedig érkezik majd ide Úrfi Péter a stúdió, hogy beszélgessünk erről az egész kérdésről, nevezetesen a gyermekvédelem magyarországi helyzetéről. A 2016-os adás alkotói Moskovics Judit, Boros Krisztina, illetve Kovács Mihály, a 2024-esé Boros Krisztina és Moskovics Judit, következik a bejátszás. Nyár végén a bicskei gyermekotthon vezetője állami kitüntetést kapott a munkájáért. Szeptember elején egy gyermekotthonos fiú a vonat elé vetette magát Bicskén. Másnap egyik barátja bement a rendőrségre és feljelentést tett szexuális zaklatás miatt. El akarta mondani, hogy az igazgató hosszú idő óta szexuálisan zaklatja a felügyeletére bízott fiúkat, és ő is az áldozatok között van. Mindig is olyan érzésem volt, mintha önzetlenül szeretne. Nem csak engem, mindenkit. Odajött, megölelt, megsimogatott, adott puszit, stb. Tényleg sokszor, mintha egy ilyen apa szerepet töltött volna be. Emlékszem, nagyon is megvan bennem a kép, amikor bementem az irodájába, kulcsra zárta az ajtót. Ami bennem nagy félelmet keltett, emlékszem. Velem szembe ült. A beszélgetés ideje alatt többször magához nyúlt. Lesütött szemekkel a földet bámultam. És csináltad, amitől akart? És csináltam azt, amit én akart. Maradt egy csend addig, amíg az egyik gyerek öngyilkos nem lett. Az a gyerek, aki segítséget kért tőlünk. Kiment. Az állomásra. A vonat elé. Jó sikerült gyerekvédelem. Ha ezt tudta, amikor kegyelmet adott neki, az baj. Ha pedig úgy működik ez a rendszer, hogy nem tudta, az is baj. Akkor mi van? Amikor megláttam azt, hogy a többi mellékbüntetését is törölték, na nekem akkor gurult el a gyógyszerem. Én azt mondtam, hogy én most oda megyek, bekopogtatok, ahova be kell, és megkérdezem, hogy ezt hogy képzeltétek. De nincs hova bekopogtatni. Az áldozatoknak sincs. Azt meg pláne ne gondolja senki, hogy közel 8 év után nekem megint jó ideülni kamera elé és beszélni az életem egy olyan részéről, ami nagyon megviselő. Ahogy a bejátszás elején említettem, az összeállítást a Házon kívül riportjaiból készítettük. És folytatjuk a téma kitárgyalását, itt ül velem Úrfi Péter, a 444.hu újságírója. Szervusz, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Kezdjük azzal egy picit hosszabbra, hadd engedjem az első kérdést, hogy ugye a Momentum múlt pénteki tüntetésén a kegyelmi botrány mellett azért a gyermekvédelem általános ügyét is tematizálták, és reformokat sürgettek. Ugye a KSH adatait nézve bőven volna mint változtatni, tényleg csak néhány adatot a nézőink kedvéért. 2021. december 31-én 110.750 gyereket tartottak nyilván veszélyeztetettként, és 27.229 gyerek volt védelembe véve. Talán a legsúlyosabb ilyen szempontból adat, hogy legkisebb 2016. december 31-ig minden családjából kiemelt, 12 éven aluli gyereket nevelőszülőnek kellett volna elhelyezni, ennek azonban 2021 év végéig sem tudott Magyarország eleget tenni, 2022-ben több mint 1500, 12 évesnél fiatalabb gyerek élt gyermek vagy lakás otthonban. Míg a 3 éves kor alatti szakellátásban élő gyerekek közül is 332-en gyermek otthonban éltek, közülük 151 csecsemőkorú volt. A kérdésem itt szól, hogy mit vonsz le ezekből a számokból? Van-e bármilyen javuló tendencia, akár csak az elmúlt 2 évben, vagy akár az elmúlt 10 évben? Hát szerintem ezekből a számokból az például biztos, hogy látszik, hogy ez egy olyan kiterjedésű probléma, amiről nem lehet ilyen most épp ilyen, most javult 7,5%-kal tavalyhoz képest a gyermekvédelem helyzete. Az elég hangsúlyosan látszik, ugye a kicsit visszamennék mondjuk a Kaleta ügyre. Ott az történt, ugye, hogy volt egy hatalmas nagy botrány, ott nem tudta szintén a kormány uralni a nyilvánosságot, és akkor ezt úgy zárták le, hogy jó, akkor megreformáljuk a teljes gyermekvédelmi rendszert. Ugye konkrétan azt mondta Kocsis Máté, hogy minden gyermekvédelemre vonatkozó törvényt felülvizsgálnak. Sőt, tehát pedofil nyilvántartás lengetett be Kocsis Máté, mert hát ugye Kaleta Gábort ipari mennyiségű gyermekpornográf felvételekkel kapták el. Igen, de ugye ez lett belőle. Tehát hogy az volt, hogy akkor az összes gyermekvédelmi törvény részletes felülvizsgálata, ehelyett az lett, hogy lesz egy pedofil regiszter, ami valaki már ki is kérte közérdekűbe, hogy 80 millió forint volt a költsége. Na hát nyilván, hogyha egy rendes gyermekvédelmi rendszert akarsz felépíteni, annak nem 80 millió forint a költsége. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy a pedofil regiszternek ne lenne haszna, de mondjuk nagyon korlátozott haszna van, és túl azon, hogy egy csomó probléma is van vele, de szerintem ezt a gyermekvédelmi szakemberek ezt nem utasítják el. Azt viszont, hogy csak ez a reform valósult meg, az nyilván azt jelzi, hogy itt nem az volt a szándék, hogy itt legyen valamilyen valódi változás, hanem az, hogy üljön el ez a botrány. És most megint egy olyan ponton vagyunk, ahol lehetne valamit csinálni, megint van egy elemi szintű társadalmi felháborodás, megint megszólalnak ezek a gyermekvédő szervezetek, ugye nagyon érzékeny helyzetben vannak, mert hát simán ugye rájuk uszítják a propagandagépezetet, hogyha bármi rosszat mondanak, de mégis kommunikálnak, és hát én ugye nem vagyok egy gyerekvédelmi szakember, tehát nem fogom megmondani, hogy miket kéne csinálni, de hogy mondjuk olyan dolgokat kéne elképzelni, hogy mondjuk vannak nagyon részletesen kidolgozott ezek, mint például a Lanzarote egyezmény, ahhoz mondjuk csatlakozni kéne, ahol az egy hosszú dokumentum, és ott elég jó nemzetközileg elfogadott gyakorlatok vannak, hogy hogyan lehetne a gyerekeket védeni. Világos, hogy teljesen rendszer szinten kéne kezelni a kérdést, és rendszer szintű átalakításokról kellene beszélni, de mégis, hogyha be kéne azonosítanod egy-két pontját a gyermekvédelmi rendszer egészének, az is ugye nagy kérdés, hogy ez alatt mit értünk, de hogy mi az, ami szerinted a leginkább és a leggyorsabban reformra szorulna, a gyermek otthonban élők helyzetét kellene elsősorban rendezni, a veszélyeztetett státuszú, de szülőknél lévő gyerekekét kellene rendezni, a közoktatásra kéne általában kezdeni valamit, vagy szóval, tehát hol azonosítod be a legsúlyosabb probléma gócot, ami nem tűr halasztást, hogy kezelésre kerüljön? Én az alapján, amit a szakemberektől hallok, én azt úgy rakom össze a saját értelmezésembe, hogy a legnagyobb probléma az internettel van, tehát hogy az online zaklatással,
az, hogy hogyan formálja át a gyerekeknek a világát, ez a teljesen ellenőrizetlen mindenféle tartalom. De mondjuk, hogyha ez a gyermekvédelmi, vagy szorosabban a gyermekotthonokhoz akarunk kapcsolódni, akkor hadd olvassak el, hoztam, azért nyomtattam ki egy rövid idézetet. Azt mondja, a szexuális erőszak áldozatává vált gyerekekkel az esetek több mint 90%-ában olyan személy él vissza, akivel a gyerek bizalmi viszonyban áll. Az állami gondoskodásban élő gyerekek esetében gyakran felmerül, hogy másodrendű állampolgárként kezeli őket a rendszer. Hátrányt szenvednek az oktatásban, a tehetséggondozásban, az életkezdési lehetőségekben, és általában ezek a problémák láthatatlanok a társadalom többi tagja számára. Na most ez a úgynevezett gyermekjogi jelentésből van, amit a Hintalovon csinál minden évben, és ez nem idei, ez nem tavalyi, ez 2017-es. És semmit nem csinál. Tehát ezen való változtatásra semmilyen törekvést nem látunk már az elmúlt 6-7 évben. Szóval, ha csak ezeket nézzük, de hát ugye a gyermekotthonoknál is minden, nagyon sokan leírták már tényleg szakemberek, de az ombudsman is, az újságírók riportoztak, mindenki leírta, hogy ezek az intézmények alulfinanszírozottak. Elsősorban ugye pénz kellene, nem azért, hogy sok pénzt kapjanak a nevelők, vagy hogy luxus körülményeket biztosítsanak a gyerekeknek, bár én ezt is nagyon támogatnám egyébként, sokkal inkább az árva gyerekeknek legyenek luxus körülményei, mint bárki másnak, de nem erről van szó, hanem az, hogy legyen elég nevelő, hogy legyen, nekik legyen elég képzésük, legyen szakmai felügyeletük, legyenek felvilágosító kampányaik, és tehát, hogy akár arról, és például itt már nagyon közel vagyunk itt a K. Endre ügyéhez, hogy milyen jogaik vannak, kihez kell fordulniuk, hogyha jelenteni akarnak egy visszaélést, akkor ezt hogyan tudják megtenni. Ki biztosítja azt, hogyha ők egy bejelentést tesznek, akkor biztonságban lesznek. Ezek olyan dolgok, amiknek az egy része az hivatalosan megvan, papíron megvan, de valójában nem működik. És azért nem működik, mert nincsen rá pénz. Szerintem, hogy mondjam, nem akarok most itt lélegeztetőgépre átszámolni, de hogy azért ezek olyan problémák, amik 80 millió forintnál sokkal több pénzbe kerülnek, de azért ki lehetne köhögni, hogyha ezt és a társadalmi hasznosságokról például is beszélünk, mert az fölmérhetetlen. Egy kicsit nem tudom, mennyire látsz rá a gyermekjogi civil koalíciónak az ajánlásaira, pontosabban arra, hogy amikor az elhíresült Kaleta ügy után volt ez a listázásos javaslat, akkor ők komplett javaslatcsomagot fogalmaztak, hogy azzal vonatkozóan miket kéne csinálni. Itt volt a felvilágosító kampányoktól kezdve az áldozatsegítésen át, az elkövetők önkéntes orvosi és egyéb terápiás gyógyítását szorgalmazó javaslatokon keresztül tényleg nagyon sok minden. A te legjobb tudomásod szerint ezzel történt bármi kormányzati szinten? Nem. Ez, hát és szerintem ők maguk is leírták talán egy évvel később, hogy hát ők ezt, és hogy amikor azt írjuk, azt mondjuk, hogy a gyermekjogi civil koalíció, akkor itt ne úgymond liberális jogvédőkre gondoljanak a kedves hallgatók, mert persze ők is nagyon jól dolgoznak, de hogy azért ebben, mit tudom én, benne vannak abszolút ilyen akár vallási hátterű, akár konzervatív szervezetek is, tehát hogy ők egy ilyen konszenzusos javaslatcsomagot összeraktak, és keresték a kormányt, és ők maguk írták le egy évek, és semmi nem történt ezzel. Én azt hiszem, hogy voltak valamilyen ilyen egyeztetés, vagy az egyeztetés arról, hogy majd legyen egyeztetés, de hogy ebből nem valósult meg semmi. Ugye úgy is konferáltam fel a műsor elején a te nemedet, hogy te voltál az, és te vagy az, aki igazából a magyar sajtóban, a magyar katolikus egyházon belüli gyermekmolesztálási rémtettekről legátfogóbban tudósítottál a nyilvánosság számára. Ezért egyébként minden elismerés megérdemelsz. Amit akarok kérdezni, hogy a te legjobb tudomásod szerint volt-e valaha a katolikus egyházon belül
olyan típusú molesztálással kapcsolatos eltusolási kísérlet, mint amit most hát ugye Balogh Zoltánnak az önbevallomása alapján is lehet tudni, hogy ő azért igenis lobbizott K. Endre ügyében. Tehát, hogy tudsz-e arról esetleg, hogy bármilyen vezető a katolikus egyházban fontos pozíciót betöltő figura hasonló típusú hírbe vagy gyanúba keveredett megalapozottan? Hát igen, én erről nagyon szép, hosszú cikkeket írtam az elmúlt pár évben. Ugye van, hogy ne nagyon távolodjunk el a gyermekotthonok világától, ugye van egy kalocsai pap, akit azt hiszem M-atyaként emlegettem, de egy másik újságíró kollégám, Balaván Györgyön meg is nevezte, de hogy őnek ugye az a története, hogy egy éppen 18 éves papnak készülő fiúnak szerelmes leveleket írogatott, onnan tudjuk biztosan, hogy ez a történet megvan, mert hogy ezek a szerelmes levelek ezek fennmaradtak, és utána ez a 18 éves fiú elment az érsekhez, Bábel érsekhez, és hát egy bejelentést tett, hogy őt így zaklatja ez a pap, és ez a pap a mai napig a helyén van, és hát egy rangos templomot vezet, annak ellenére, hogy megírtuk ezeket az ügyeket, és azt is megírta a Balavány kolléga, hogy ő bizony átjárogat a templom szomszédságában lévő ilyen gyermekotthonba, és hát ugye azt mesélték neki a gyerekek, hogy ott a borozgatás volt, és most ennél több részletet nem tudunk, de hogy ott is egy elég aggasztó esetet írtak le, de hát az például az simán előfordul, hogy valakit volt egy olyan piarista szerzetes, akit a rend kirakott, és aztán azért, mert kétszer is lebukott az a gyerekeket molesztált, és akkor átvette a Kis Rigó László püspöksége, akkor még nem a Kis Rigó volt a püspök, de most ő a püspök, és akkor írtam neki, hogy jó, hát akkor én most feltártam, hogy hát ki ez az ember, lesz-e valamilyen vizsgálat, hiszen hát maga az egyház, tehát a piarista rend mondta ki, hogy ő visszaeső gyerekmolesztáló, gondolom, hogy jó lenne egy vizsgálat, vagy hát terveznek-e ilyet, és akkor visszaírtak, hogy hát nem. Hát akkor igazából meg tudod erősíteni azt, hogy püspöki szinten zajlik falazás gyermekbántalmazási vagy molesztálási ügyekben? Igen, nyilván a falazás, ez egy értelmezési kérdés. Az, hogy lenne jogi lehetőségük ennél többet tenni ezeknek a püspököknek, tehát mondjuk bábeléseknek vagy kisrigó püspöknek, az biztos. Tehát, hogy ők indíthatnának egyházi eljárást, elmehetnének a rendőrségre. Ugye időközben meghalt aki a Kisrigó püspökségébe ment, ő már meghalt, de a másik plébános az nagyon aktív, és sokat szerepel a tévében, és megáld mindent, ami elé kerül. Záró kérdés, mit javasolna azoknak a nézőinknek, akikben elemi felháborodás van, és keresik a lehetőséget annak, hogy honnan lehetne tájékozódni, vagy egyáltalán mely gyermekvédelemben érintett és abban jelentős eredményeket felmutató civil szervezetekkel kapcsolatba kerülni az ő munkájukat támogatni. Szerinted honnan érdemes egyrésztről információt nyerni, másrészt mely szervezeteket emelnél ki, amelyek adott esetben kevésbé ismertek, de rendkívül szorgalmasan, nagy elhivatottsággal, fontos társadalmi hasznokat létrehozva végzik a munkájukat, és megérdemelik a szélesebb elismerést? Nekem az ismertebb szervezetekkel van kapcsolatom, szóval nem fogok tudni ilyen nagy meglepetéseket mondani, de azt látom, hogy mondjuk az UNICEF-nél és a Hintalovonnál nagyon komoly szakmai munka folyik, és egyébként, hogyha már itt tartunk, akkor például van a katolikus egyházon belül a szerzeteseknél egy ilyen emberi méltóság projekt, ami szintén nagyon színvonalas képzéseket csinál, nagyon jó kis ajánlásokat. Tehát, hogyha a magyar kormány szeretne valamit csinálni, de neki az UNICEF az túl radikális, akkor
ajánlom, hogy akkor nézegessék meg, hogy mi van az emberi méltóság stratégiájában, amit a szerzetesek dolgoztak ki. Onnan is rengeteg ötletet lehetne meríteni. Nyilván azt nem gondolom, hogy ez valóban meg fog történni. Én attól tartok, hogy megint az lesz, hogy a gyerekvédelmi rendszer átfogó reformja helyett a melegek elleni kampányba fog ez fordulni. De hát amíg van egy ilyen áldott állapot, amíg figyel a nyilvánosság ezekre a gyerekvédelmi ügyekre, mert sajnos szinte csak akkor figyelnek sokan ezekre az ügyekre, hogyha valami nagy botrány van. Ezt az áldott állapotot szerintem érdemes kihasználni, és minden újságírónak minden több gyermekvédelemmel kapcsolatos cikket csinálni, minden jó érzésű honpolgárnak minél több gyermekvédelmi szervezetet támogatni, és követni az ő munkájukat. Szerintem ezek tényleg remek emberek, jó célok. Van még pár hetünk, amíg erre van figyelem, hajrá! Úrfi Péter, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és mindent számot a nézőt, gyere majd máskor is. Jó. Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmeteket, még két szolgálati jellegű közleményem van. Az egyik az az, hogy ezen a héten a péntek reggelben szintén a gyermekvédelmi intézményrendszerről lesz majd szó. A vendége lesz Szorvács Illés kollégámnak Gyurko Szilvia gyermekjogi szakértő, a Hintalovon alapítvány igazgatója és alapítója, illetve Kuslics Gábor gyermekvédelmi szakember. És a legfontosabb kérdésre fognak foglalkozni, hogy miért van egyáltalán válságban a gyermekvédelmi rendszer, és miért szenvednek óriási kárt azok a gyerekek is, akiket nem ér olyan súlyú bántalmazás, mint a bicskei gyerekeket, de ettől még ők is bántalmazottak, ők is kárvalottjai a rendszernek. Szóval péntek reggel, ahogy azt megszokhattátok, amíg nem iratkoztatok volna föl a hírhátterünkre, akkor mindenképpen tegyétek meg, a leírásban megtaláljátok ehhez a linket. Illetve péntek este 6 órától a Hősök terére hirdettünk meg egy társadalmi kiállást. Szerintem mostanra már elért hozzátok is a híre ennek, hiszen végig söpört a magyar nyilvánosságon. Ha esetleg nem találkoztatok volna vele, már itt a felhívással, akkor szintén a leírásban találtok egy linket. Ha megtehetitek, gyertek ki, és közösen követeljük azt, hogy elég volt, muszáj lépnie valamilyen formában a társadalomnak annak érdekében, hogy végre a gyermekbántalmazásokat felszámoljuk, és biztonságos körülményeket teremtsünk a gyermekek számára. Szóval péntek este 6-kor várunk benneteket a Hősök terén. Egyébként meg itt a Partizán csatornáján holnap este 6-kor várunk benneteket, hiszen holnap este is egy újabb élőadással fogunk majd jelentkezni. Addig is iratkozz fel a csatornára, ami nem tetted volna meg. Ha van kérdésed vagy észrevételed, akkor várunk a komment szekcióban. Egyébként meg munkatársaim nevében nagyon szépen köszönöm ma este is a megtisztelő figyelmed. Én Gulyás Márton voltam Budapestről. Minden jót, ciao.